Utolsó 7 másodpercben sikerült elveszteni a mérkőzést és a párharcot is. Úgy érzed, hogy ezen a 7 másodpercen múlott, vagy már előbb is eldőlt a találkozó? Nem, én azt hiszem nem lehet a Carlos Perez hibáztatni, igaz, hogy ő hibázta el az utolsó zicsert, de nem lehet őt hibáztatni, mindannyian hibáztunk a mérkőzés folyamán, azok ugyanolyan fontos helyzetek voltak, amit nem sikerült belőnünk, nem lehet őt hibáztatni. Nagyon csalódott vagyok, mert tényleg 16 másodperc a vége előtt még továbbjutásra álltunk, és én hittem benne, hogy ez meg lesz. Az első félidőben fantasztikusan kezdtetek, aztán ott a félidő derekán 4-5 gólos előnél valami kis töréspont érkezett, ezt belülről hogy érezted, ez mi volt az oka? Nem tudom, lehet, hogy benn maradtunk kicsit fejben az öltözőben, és ott hirtelen visszajött a Leon, és el is húzott. De én azt hiszem, hogy csapattartás mutatja azt, hogy felálltunk, és tényleg továbbjutásra álltunk az utolsó pillanatban is. Nagyon sajnálom, hogy ez nem sikerült, ez óriási veszteség nekünk, játékosoknak is, klubnak is.